Szia kismama! A napokban a Facebookon olvastam Andi bejegyzését, aki azért választja a programozott császáros szülést, hogy megkímélje a kisbabáját a vajudás nehézségeitől. Úgyhogy ebben a videóban azt nézzük meg, hogy hát mi is történik a vajudás alatt a babával, és hogy milyen hatása van a vajudásnak és a szülésnek a kisbabára. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, mégpedig azért, hogy hát hiteles információk alapján dönts, és hogy ne félreértések és ne városi legendák alakítsák ki a véleményedet evel a nagyon fontos témával kapcsolatban. Rácz Kata vagyok, Dula, szülésfelkészítő, a tiéd a szülés szülésfelkészítő program megálmodója. A honlapomon, ami a www.tiedaszülés.hu oldal, itt segítséget találsz a minőségi felkészüléshez. Tehát, hogy a szülésre valóban minőségi, hiteles információkkal tudj felkészülni, és ugyanitt feltétlenül jelentkez az ingyenes mini szülésfelkészítő órámra is, ahol rögtön négy tippet adok, amivel a szülésedet könnyebbé, boldogabbá és egészségesebbé teheted. Na térjünk rá a témánkra. Hát, mi is történik a vajudás alatt? Hát, a méh az úgy szépen dolgozik, időnként összehúzódik, jó, erősen, és hát bizony a vajudás az jó, sokáig tart. Úgyhogy elsőre talán még úgy logikusnak is hangzik az a, az a félelem, vagy olyan megalapozottnak tűnik, hogy hát ez az összeszorítás, hogy, hogy ez nem jó a kisbabának. Hm, hát, az igazság az, hogy ez nem igaz. Ugyanis a teremtőnk, hát a jóisten, az evolúció, vagy ki, nek mi a szimpatikus. Tehát, amit teremtünk, az bizony erre tervezte a kisbabádat, és erre tervezte a te testedet is. Tehát a szülés folyamatának, a vajudás folyamatának, annak nagyon fontos szerepe van a szülés utáni adaptációban. Ugyanis a megszületés, hogyha belegondolsz, a kisbaba életében ez egy egészen drámai változás. Tehát amíg a köldögzsinórral, a méhlepényen keresztül kapcsolatban van a te testeddel, és főleg amíg benne van a pocakodban, addig tulajdonképpen te látod el mindennel. Tehát egy full extrás, ötcsillagos, fantasztikus szállodában van, ahol az égvilágon semmit nem kell csinálnia. Ugyanis te látod el a babát mindennel, ami az életéhez kell. Tehát tőled kapja az oxigént, tőled kapja a tápanyagot, te szabályzod a vércukorszintjét, és hát amíg a testedben van, addig még a meleget is tőled kapja. Na most képzeld el, a megszületést. Képzeld el ezt a pillanatot, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen képzeletbeli kapcsoló táblán, hogy pak-pak-pak-pak-pak hogy hirtelen be kell kapcsolni az életfunkciókat. Hiszen hirtelen lélegezni kell, a vérkörnek át kell kapcsolnia, hiszen most már az oxigént azt a tüdőn keresztül kapcsolja, és nem a köldögzsinóron keresztül. A tüdőnek működnie kell, fűtenie kell a testét, a, a testét, a vércukorszintjét kell szabályoznia, és hát bizony egy idő után táplálkoznia is kell. Tehát ezek egészen drámai változások, és ez egy hatalmas kihívás ennek a kis iciri piciri babácskának. És erre a drámai változásra, erre bizony a vaj a és a szülés készíti fel. Na nézzük meg, hogy hogyan! Legelőször is nagyon fontos szerepe van a hormonoknak. Hát a vajudás folyamatát azt, azt hormonok, nagyon sokféle hormon szabályozza, és tulajdonképpen ilyen hormonoknak a harmónikus tánca, és többféle hormon koktél alakul úgy a vajudás során, de hát ezek a hormonok ezek nem csak a te vajudásodat irányítják, hanem bizony a kisbabának az életfunkcióit is. Na nézzük meg két fontos hormont, aminek nagyon fontos szerepe van. Az egyik ilyen hormon az az endorfin, illetve inkább endorfinok, mert ez, ez többféle ilyen endorfin típusú hormon. Na hát mikor jut szerephez ez az endorfin hormon. Hát amikor már a vajudásod már olyan, hát már olyan elég már úgy eléggé benne vagy a közepébe, magas az oxitocin hormon szintje, nagyon erősek az összeúzódások, hosszúak, sokáig tartanak, erősek, gyakran jönnek. Na hát ez a magas oxitocin szint és a fájdalom együtt, ezek egy endorfin reakciót váltanak ki az agyadban. Tehát az agyad elkezd endorfin termelni. Na ezek az endorfinok, ezek kicsit olyas még, mint, mint ilyen természetes drogok. Tehát ezek az endorfinok, ezek csökkentik a fájdalomérzetet, olyan belső nyugalommal töltenek téged el, és ezek ilyen vajudó varázs világba ringatnak a vajudás alatt. És bizony ezeknek az endorfin hormonoknak nagyon fontos szerepe van a kötődés folyamatában is. Tehát amikor majd megszületik a kisbabád, akkor ez az endorfin hormon fogja azt a folyamatot segíteni, hogy ezt a kis nedves, lilás, kékes kis békácskát olyan borzasztóan fogod szeretni, és olyan borzasztóan gyönyörűnek fogod látni. Na, de ennek az endorfin hormonnak nem csak a te kötődésedben van szerepe. Ugyanis a kisbaba, hát amikor megszületik, hát ez a borzasztó nagy stressz, hogy megszületett, felsír, de aztán utána az endorfin hormonok segítik, tehát amit tőled kapott a vajudás alatt, ezek segítik abban a folyamatban, hogy megnyugodjon. Tehát amikor majd ráteszik a melledre, akkor a te szagodat érzi, a te bőrödet tapintja, megismer, és az az endorfin hormon, amit te küldtél neki, ez segíti a megnyugvását, és ez segíti a kötődési folyamatnak a kialakulását az ő részéről is. Na nézzük meg, hogy mi egy másik nagyon fontos hormonnak, az adrenalin hormonnak a szerepe. Na hát most ugorjunk egy nagyot az időbe, és a kitolási szakaszt, hogy mint hogy a vajudás után elkezdődik a kitolási szakasz. Na hát ilyenkor az anyák nagyon gyakran úgy, úgy megijednek hirtelen. És miért ijednek meg? Mert ez egy egészen más érzet. Tehát mások az összehúzódások, általában ritkábbak, jóval erősebbek, olyan egészen mások, és akkor hup, megijednek az anyák, adrenalin hormon felszaporodik, és rögtön ebből a vajudó varázsvilágból ebből kizökkennek vissza a jelenbe, minden olyan sokkal élesebb lesz, sokkal, sokkal erőteljesebben tapasztalják meg az édesanyák a kitolást, és ebben az adrenalin hormonnak van nagyon fontos szerepe. Tehát ez az adrenalin hormon, ez egy stressz hormon, de ez segíti például azt, hogy, hogy ilyenkor olyan megújul az erő, tehát még hogyha nagyon fáradt is vagy, de ugye a kitalás úgy megint rengeteg erőt érzel magadban. És a természetesen ez az adrenalin hormon, ez átkerül a kisbabának a vérkeringésébe is. És mit okoz a kisbabánál? Hát bizony azt, hogy a kisbaba, amikor megszületik, akkor éber lesz, éber lesz, figyelmes lesz, és az adrenalin hormon az diktálja neki, hogy itt most túl kell élni. Tehát ez az adrenalin hormon, ez az diktálja neki, hogy most legyen éber, legyen figyelmes, és törődjön saját magával, mert neki most táplálkoznia kell. Tehát, hogy megkeresi a melledet, hogy ott kutat, hogy szimatol, hogy a kezecskéjével matat, és próbálja megkeresni a melletet, és amikor bizony megtalálja, hát, akkor jó esély van rá, hogy, hogy, hogy szopizni is kezd. Tehát ebben is az adrenalin hormon segíti. Úgyhogy ez a vajudási hormon-koktél, amit a te produkál a vajudás alatt, hát ez tulajdonképpen a kisbabának a születés, születése utáni viselkedését befolyásolja. Na nézzük meg, hogy mi a szerepe az összehúzódásoknak. Hát a kétolási szakaszban, ahogy, ahogy már mondtam, hogy tehát általában erősebbek az összehúzódások. És hát általában ilyenkor már a magzatburok sem épp, és ugye ezek az összehúzódások ezek közvetlenül érik a kisbabát. Na most, avval, hogy ezek közvetlenül érik a kisbabát, ebben stimulálják a vágus Tehát ez a vágus ideg, ez egy nagyon fontos ideg, ez a leghosszabb ideg a testünkbe, és ez szabályozza többek között a szívműködést és a vérnyomást is a testünkben. Na most, amval, hogy ezt a vágusz ideget stimulálja az összehúzódás, hát részint emiatt esik a babának a pulzusa, és ez az azt diktálja, hogy a vérnek a létfontosságú szervekbe kell áramolnia, tehát priorizálja a babának a keringését, és hogy máshol, ami nem annyira fontos, ott valamennyire csökken a keringés. És hát miért fontos ez a mozzanat? Hát ez azért fontos, mert tulajdonképpen ebben védi magát a kisbaba. Ugyanis az összehúzódásoknál ilyenkor valóban összepréselődik a méhlepény, és egy ilyen pillanatnyi oxigén hiány alakul ki az összehúzódás alatt. És ilyenkor ez a vágusz idegnek a stimulációja, ez azt eredményez, hogy ez az oxigén, ez oda menjen, ahová nagyon kell. Vagyis a szívbe és az agyba. És hát nem csak védi ez a folyamat a kisbabát, de, de ez a ez a stressz, hogy úgy hirtelen kicsit kevesebb az oxigén, ez, ez egyfajta ilyen jó stressz. Tehát ez a stressz segíti azt, hogy mobilizálja az energia raktárait. Ugyanis, hogyha belegondolsz, attól a pillanattól kezdve, hogy megszületik, neki kell majd, hogy ott legyen elérhető fűtőanyag, elérhető tüzelőanyag, ahhoz, hogy a kis testét megfelelő hőmérsékletűre tudja fűteni. És hát ez a jó stressz, tehát amit az összehúzódások okoznak, tehát ez segíti azt, hogy mobilizálja az energiaraktárait, raktárait, hogy ott legyen kész tüzelőanyag. Tehát ez egy borzasztóan fontos momentum. Na most így az oxigén hiányra visszatérve, csak így zárójelben jegyzem meg, hogy ettől nem kell megijedni. Tehát ezért nagyobbak a szünetek a kitolási szakaszban az összehúzódások között, hogy amikor nincs összehúzódás, akkor a méklepény megint megtelik oxigéndusvészel, és az megint abban a pillanatban eljut a kisbabához, és akkor úgy újra elég oxigén jut a testébe. Na mi történik még a kitolási szakaszban? Hát a kisbaba teste a szülő csatornán, tehát a hüvelyeden keresztül átjut a külvilágba. Na most valóban a hüvelyben, hát ott ugye eléggé úgy úgy összeszorul a kisbaba. De hát mi történik ilyenkor? A légutakból ilyenkor tulajdonképpen kipréselődik a magzatvíz. Tehát ahogy a kisbaba áthalad a hüvelyeden, ezzel az összepréseléssel, bizony a tüdejéből, ez által jön ki a folyadék, a torkából, a tüdejéből, és, és ezért nem szükséges egy hüvei szülés után leszívni például a kisbabáknak a légutait, légutjait, ugyanis a természet elintézi ezt a folyamatot. Hát talán már láttál szülés videókat, gyakran lehet látni azt, hogy amikor a kisbabák megszületnek, akkor amikor a fejecskéjük láthatóvá válik, hát úgy orrán száján jön a magzatvíz. És ha erre valaki nincs felkészülve, akár még ez, ez ijesztő is lehet, de hát ez, ez a normális. Na most avval, hogy így a tüdejét összepréseli és kipréseli belőle a vizet, hát amikor majd megszületik a kisbaba, a hideg levegő miatt levegőt, a hideg érve, tehát a hőmérséklet különbség miatt levegőt akar venni, és azonnal fog tudni levegőt venni, mivel az a tüdő az ott össze volt nyomva, és abban már nincsen magzatvíz. Na most ezek eléggé látható és eléggé ilyen közvetlen dolgok. De azért a születésnek és a kitolási szakasznak vannak sokkal kevésbé látható, sokkal kevésbé fogható hatásai is, de ugyanány, legalább ugyanennyire fontos hatásai. Ugyanis a késpaba, amikor áthalad a majdhogy nem steril kis teste a te hüvelyeden keresztül a külvilágba, akkor ott milliárdnyi mikroszkópikus lényel találkozik, amik normálisan a hüvelyedben élnek. És ezek a Hüvelyedben élő mikroszkopikus lények, ezek úgy birtokba veszik a kisbaba testét. Tehát ez a kolonizációs folyamat, és ez a mikrobiom kialakulásának a folyamata. Tehát ezek a mikroszkopikus élőlények, ezek a, a bőrünkön, a nyálkahártyájunkban, a belünkben, a torkunkban, mindenhol, ezek, ezek úgy milliárd számra élnek rajtunk. És ezek tulajdonképpen szimbiózisban élnek velünk, és hát ezek képezik az immunrendszerünknek az első védvonalát. Na most, hogyha nem történik meg, hogyha a kisbaba nem találkozik a hüvelyedben ezekkel a jó mikroszkópikus élőlényekkel, hát akkor bizony nagyobb esélye van annak, hogy az a kevés rossz, az birtokba tudja venni a testét, és akár problémát is tud okozni. Tehát ezt egy picit képzeld el úgy, hogyha beszállsz egy liftbe, és bejön mondjuk a liftbe melléd egy késes őrült. Hogyha ott van még kilenc rendőr abban a liftben, akkor valószínűleg 10 másodperc alatt leszerelik ezt a késes őrültet, és nem lesz semmi baj. Na most, ha egyedül vagy a liftben, és beszáll egy késes őrült, és nincs ott senki más, Hát akkor valószínűleg máshogy alakul a dolog. Tehát egy kicsit ilyen ez is, a, ilyen ez a kolonizáció is, hogy hogy amikor ezek a jó mikroszkópikus lények birtokba veszik a testét a kisbabának, akkor a rosszaknak nem lesz lehetősége, hogy ott, ott problémát okozzanak. És hát éppen emiatt, mivel, mivel ez az immunrendszer első védvonalának a kialakulása, hogyha itt valami gixer támad, általában ezekkel függ, ezekkel függenek össze, az, az, olyasmi betegségek, amik ilyen ekcéma, allergia, erre érzékenység, arra érzékenység, asztma, és a többi, és a többi. Tehát nem véletlen, hogy ezek sokkal gyakrabban fordulnak elő, például olyan kisgyerekeknél, meg korban és olyan felnőtteknél, akik nem hüvei úton, hanem műtéti úton születtek. Tehát így összefoglalva a vajudásnak, a születésnek, a szülőcsatornán Való áthaladásnak ennek nagyon fontos szerepe van, a kisbaba életkezdésének a folyamatában. És hát egyáltalán nem véletlen az, hogyha például azonos korú kisbabák, akik az, a, vá a várandóságnak az azonos idejében születtek, hogyha összehasonlítjuk azokat a babákat, akik műtéti úton születtek, és akik hüvei úton születtek, hát sokkal gyakrabban van szükség például lélegeztetésre, vagy valamilyen intenzív ellátásra rögtön a születés után, akkor, hogyha a kisbabák császáros úton jöttek világra. És hát a kutatások egyértelműen alátámasztják azt is, hogy a hüvelyi úton született kisbabáknál ott kevesebb ilyen immunrendszerrel kapcsolatos betegség van, például axma, eczéma, allergiák és a többi, és a többi. Úgyhogy kedves Andi, ez egy egyértelmű tévhit, hogy a császármetszés az jobb a babáknak. Tehát a babát nem, hogy nem véded meg, hanem sokkal inkább egy nagyobb kockázatnak teszed ki, és nem csak a kisbabádat, de magadat is akkor, hogyha a programozott császárt választod, akkor, hogyha amúgy a műtéti szülés az orvosilag nem indokolt. Sőt, még egy kicsit tovább megyek: hogyha még indokolt is a császáros szülés. Tehát például azért, mert mondjuk ahol te szülni akarsz, senki nem vállalja a faros szülést, és, és azt mondják, hogy farfekvis baba, bizony császár. Vagy azt mondják, hogy az előző kisbabát már császárral született, és te is esetleg úgy gondolod, hogy nem próbálod meg a vibeket, hanem azonnal császárt szeretnéd. Természetesen megteheted. De sokkal jobbat teszel a babának, hogyha ilyenkor megvárod a vajudást, és vajudsz. És csak akkor császároznak meg, amikor már valjutál, tehát ez sokkal jobb a babának, szemben avval, hogyha például a 39. héten puff egy programozott császár, és műtétén úton megszületik a kisbaba. Tehát, hogyha ezt megvárod. Hogy, hogy, a vajutás beinduljon, akkor egészen biztos lehetsz abban, hogy a kisbabát az készen lesz a születésre. És hát többé-kevésbé attól függően, hogy hát mennyit vajutsz, többé-kevésbé azért részesül a szülési hormonkoktélból is. És hát emiatt könnyebb lesz az adaptációja, és könnyebb lesz az életkezdése is, mint hogyha nem lett volna vajudás egyáltalán. Ha nem csak erről a témáról, hanem úgy egyáltalán a szülésről többet szeretnél tudni, akkor azt ajánlom, hogy nézd meg a honlapomat, tehát ez a www.tiedaszülés.hu oldal, és itt minőségi segítséget találsz a felkészüléshez. És méghozzá azért fontos, hogy valóban felkészülten vág neki a szülésnek, ez azért fontos, hogy a szüléssel kapcsolatban a döntéseidet azokat tényleg informáltan és tudatosan tud meghozni, hogy ne csak sodorjanak magukkal az események, és a te szülésed az ne csak egy ilyen levezetett kórházi esemény legyen, hanem valóban az életednek a legszebb emléke, az anyává válásodnak az ünnepe. A honlapomon be tudsz jelentkezni az ingyenes mini szülés órámra is, ahol rögtön négy tippet adok neked, amivel a szülésedet könnyebbé, egészségesebbé és boldogabbá teheted. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk. Szia!